A csillagvilágban sok csúnya szünetet hallottunk. És itt nem csak a sajtón keresztül. A nyilvános vitákról kell gondolkodnunk. Voltak olyanok is, akik súlyos bosszút álltak az ex-vel vagy annak új szeretőjével. Megalázó videóklippet készítettek, megvilágították a házat, vagy csak $1 millió költöttek a másik hitelkártyájukra. Íme néhány durvabb eset. Kanye West életben eltemette Kim Kardashian új szerelmét. Kanye West meglehetősen beteg klippet készítette Azi számára. A márciusban kiadott videóban a rapper plasztérin figurákkal játszott, hogy elrabolják, majd életben éljék feleségét, Kim Kardashian új szerelmét, Pete Davidsont-é, és ha valaki kételkedett benne, hogy megemlítették, megemlítette, mindenki boldog volt, amíg meg nem haltak, kivéve, hogy tudjuk, ki állt a klip végén, és áthúzta a sketet, és a West becenév aggódott Davidson miatt. Justin Timberlake egy videóklip is a bosszú számára Britney Spears-ben. Britney Spears és Justin Timberlake valódi álompárt jelentettek az 1990-es és 2000-es évek fordulóján, de szünetük után a kapcsolatuk közötti kapcsolat dühös lett. A Timberlake gyakorlatilag lelőtt egy klippet a Cry Emma folyóhoz egy Britney-szerűvel, amelyben megcsalt. Britney azt mondta, hogy leállíthatta volna a videót a kiadása előtt, de nem gondolta, hogy az exe ilyen rossz színű. $1 millió eltűnt Daniel Craig hitelkártyájáról. Daniel Craig 2011 óta Rachel Weisz férje, de 7 éve együtt van Setsuki Mitchell producerrel. Kapcsolatuk egyértelműen véget ért Weisz miatt, miközben az álmok otthonát lőtték. Így Mitchell bosszút állt. Haragjában állítólag $1 millió költött Craig hitelkártyájára. A veszekedés után énekesnővel kirúgták a házukat. Liza Lopesté, a bal szem neve, aki 2002-ben halt meg. Az 1990-es években a TLC énekesnőjeként ismerték, és 1994-ben meggyújtották azáltal, hogy otthonát André Rison szeretőjével állította be. Elmondása szerint baleset történt. Egy veszekedés után azt akarta, hogy csak tüzet gyújtson az ember cipőjéhez, amelyet közvetlenül a kádban készített, de a tűz tovább terjedt, és Lopesnek 5 éves próbaidőszakos volt. Görgessen! Folytatjuk a következő oldalon új történetekkel.